Az Egészségügyi Világszervezet pénteken nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a nyugat-afrikai ebola járványt, és rendkívüli intézkedéseket sürgetett a vírus terjedésének megállítására. Figyelembe véve az ebola vírus fertőző képességét, a járvány nemzetközi továbbterjedésének következményei különösen súlyosak lehetnek. Ezért a WHO összehangolt nemzetközi akciót sürget a járvány megállítására, áll a kétnapos Genfi rendkívüli ülése után kiadott közleményében. A járványban eddig csak nem ezren haltak meg négy nyugat-afrikai országban. Csütörtökön hazaszállították az első európai beteget, egy 75 éves spanyol misszionáriust, aki Libériában fertőződött meg a gyilkos korral. A vírus ellen egyelőre nincs védőoltás, a fertőzött betegek mintegy fele meghal.